Sziasztok! Még itt a videó elején szeretném megmutatni egy van rajtam felső, csak pánt nélküli, viszont a sminkhez, amit készíteni fogunk, szerintem ez fog igazán illeni, ugyanis ebbe a videóba Disney sminket fogunk elkészíteni. Valószínű, hogy láttátok már az indexképről és a címből, de elmondani nem tudom, hogy mennyire izgatott vagyok. Quick update. Pár perccel ezelőtt posztoltam ki ezt a videót, ami a No Makeup Makeup rutinom. Remélem, hogy tetszett nektek, ugyanis rengeteg üzenetet kaptam Instán, hogy mutassam meg, hogy mi a minimál rutin. És nem tudom, hogy mi történt, mert ott még nem volt ennyi pöttyem, ami most van. Egészen kedves meglepetés. De ezt nem sokára el fogjuk fedni, és egy elképesztően izgi sminket fogunk csinálni. Amit még el szerettem volna mondani, hogy nagyon próbálkozok a világítással. Nem látjátok jelenleg, de itt egy olyan ősi csillár van, ami szörnyű, és meleg fénye van. Nagyon-nagyon-nagyon meleg fénye van. Úgyhogy próbálom kitalálgatni, hogy mit és hogy kellene csinálni, hogy igazán jó legyen. Ha nem azt írjátok le a komment részlegbe, hogy szar a fény, és csináljak vele valamit, hanem ötleteltek velem együtt, azt megköszönöm. Ha meg rossz, akkor én is látom, hogy rossz, úgyhogy valahogy próbálom megoldani. Tehát, mai napon egyetlen egy termékért elmentem a DM-be, és ahogy besétáltam, megláttam egy csodálatos essence pultot rajta az elképesztő újdonságokkal. Ahogy aztán tovább nézegettem, rájöttem, hogy ne, nem csak Essence pult, ez egy Catrice és Essence szer Disney pult, ami azt jelenti, hogy a Catrice és az Essence anti-hero kollekciót csináltak. Ebben a videóban olyan arany és csillogós, hogy meg se tudom mutatni nektek, a Catrice verzióval fogunk foglalkozni, ugyanis valamiért ezt a vibe-ot érzem. Mindjárt elő fogok szedni mindent, és részletesen elejétől a végéig ki fogunk próbálni mindent. Nem akartam megvenni az egész kollekciót elejétől a végéig, de annyira fantasztikus darabok vannak benne, hogy aztán végül is mindent megvettem. És ha bár nem esett jól, nagyon jó dolgokat találtam, és már most mondom, hogy karácsonyi ajándék gyanús dolgokat találtam, hogyha csajoknak szeretnétek karácsonyi ajándékot venni, ezek így párba, nem is vészes egyébként árban. Előkészítek gyorsan mindent, kicsit közelebb hozzak titeket, és kezdjünk is bele a sminkbe. Ó, de csúnya. Nem tudom, hogy mit érezhetett meg. Szóval, ahogy mondtam, a Catrice-szel fogunk kezdeni, és itt az első termékünk az egy elképesztően gyönyörű, demónás primer. Csodálatosan szép, egyértelműen ragyogást fokozó. Azt, hogy fog-e csinálni valamit, azt majd mindjárt kitaláljuk, de az biztos, hogy gyönyörű. Ki fogom érni mindennek az árát, hogyha érdekel valakit, akkor tudjon rá készülni, és megmutatom azt is, hogyha nekem kellene választani, akkor hogy raknám össze őket csomagba karácsonyra. Kilátni nem nagyon lehet belőle semmit. Ó, nagyon szérum. Mint egy kicsit fahéj illata lenne, az azért fura lenne. A ragyogás fokozása szemmel látható. Csak hogy stílusosak maradjunk alapozónak, a Catrice True Skin alapozót fogom használni 004-es árnyalatban. Viszont mivel a következő termékünk, ami van ebben a termékcsaládban highlighter, így most elköszönök tőletek, megcsinálom az alapot, és jövök vissza. Imádom, hogy megcsinálom az alapot. Tükörbe olyan jól néz ki, de kamerán nem adja vissza. Csinált valamit adott pluszba a sminkhez? Nem hinném. Jól néz ki? Elképesztően. Jó érzése felvinni a bőrre? Igen. Szépen ment rá az alapozó. Jelenleg nem tudom azt mondani, hogy sokkal-sokkal jobb lett tőle az alapom, és mivel nem fogom egész nap hordani, így nem tudom, hogy mit fog hozzáadni, vagy elvenni a sminkhez sminktől. Következő. Van itt nekünk kettő palettánk, ami mind a kettő highlighter paletta. Hozzá szeretném tenni most, hogy elkezdjük igazából a kis paletták kibontogatását. Látjátok, hogy aranyszínű.
kemény papír karton csomagolása van. Ez Catrice, mondom még egyszer. A hátulján ott vannak az árnyalatok színei, nevei, és hogyha kinyitjátok, van tükör benne, nagyon szép és nagyon nagy tükör, és így néz ki belülről. Uram, Isten! Ez volt a demónás, ez pedig a szörnyel a defrászos. Elképesztően szép, mind a kettőn van egyébként egy védőfólia, amit most leszedünk, és azt gyorsan el akartam mondani, mert el fogom felejteni. A Catrice-nél mind a két antihősnőnknek van egy highlighter palettája, van egy szemhéjpúder palettája, és van egy saját műszempillája. Na most én csak a demónás műszempillát vettem meg, mert a másik az nekem nem, az nem az én fajta pillám, viszont ez nagyon szép, úgyhogy erre kíváncsi leszek, hogy milyen. Illetve van egy rózsunk. Szörnyel a defrászos rúst nem láttam, csak demónásat. Nem tudom, hogy az létezik-e, csak nálunk nem volt, vagy egyáltalán nincsen. Van két ecsetünk, mind a kettő szemhéjpúder ecset, és egyik sem Catrice-es. Viszont a következő videóban, ami csak eszenszes lesz, ott mutatok nektek majd egy másik ecsetszettet, úgyhogy arra gondoltam, hogy ezeket használhatnánk. És hogyha megnézitek, ez így néz ki. Fém mind a kettőnek az alja. Az egyik az egy ilyen kis tömörebb, laposabb ecset, a másik pedig egy satírozó ecset. Én szeretem az eszenszes ecseteket, szerintem teljesen rendben vannak, és mind a kettő 1000 forint volt, tehát árban pedig tökéletes. Ezeket fogjuk használni. Remélem, hogy így látjátok, hogyha a két palettát összehasonlítjuk, akkor egyértelműen az egyik melegebb árnyalatú, a másik pedig hidegebb. Gyorsan swatcholok nektek, mert ennyi highlightert nem fogunk használni. Jó, lehet, hogy ez így kicsit ki fog égni, de ez a szörnyellás, ez pedig a demónás. És a szörnyellás az egy kicsit szerintem metálosabb, és talán jobban csillog. A fényem másodjára esik le, és cseppet sem támogatja a mai napot. Kell nekem egy highlighter ecset. Nézzük meg először a klasszit. Ó, ez szép. Ez kedves. A Luxurious-ből teszek rá egy kicsit, mert az egy cseppet hidegebb. Ugyanezt a kettőt fogom keverni a másik oldalra. És az extrából az ujjammal fogok tenni csak ide. Arra a pontra az orromon, ahol szeretném, hogy megcsillanjon a fény. És amit ki szeretnék próbálni a másik palettával, előveszek egy kicsit nagyobb ecsetet ebből az árnyalatból, ami a legvilágosabb, demónás palettából. Fogok tenni a kulcsontomra. Ó, na ez jó. Oké, egy kis extra csillogás, az mindig jól jön. Oké, szóval. Mostanában nem használok egyébként highlightert, úgyhogy nyilván látom, hogy nagyon szép és értékelem és tetszik, nem használok highlightert a mindennapokban. Hogyha választanom kellene, akkor viszont szinte biztos, hogy a szörnyel a defrászosat választanám, ugyanis abban vannak a hidegebb színek, és abból is, ahogy láttátok, a legsötétebb szín, a classy, az bőven meleg, aranyos csillogása van, úgyhogy ha a kettő közül választani kellene, akkor azt választanám. Múlt héten kaptam a MAC-től egy PR csomagot, amiben a Fix Plus-nak van egy Stay Over verziója. A legcsodálatosabb porlasztást műveli ez a fixáló spré, és nagyon a végén vagyok az eredeti Fix Plus-nak, ami határozottan egy természetesebb hatást ad, sokkal gyújibb, ez viszont sokkal mattabb. Ezt fogom használni, és megpróbálom megmutatni, hogy milyen szépen porlaszt.
És akkor jött a két fő szám igazából, ugyanúgy néznek ki, mint a highlighter palettek. Van egy csodálatos, hatalmas nagy tükör mind a kettőben. Könyvszerűen nyílnak ki a hátulján, látjátok, itt vannak a színek, színkódok. Nagyjából lehet látni, hogy milyen színűek. Így nyílik mind a kettő. Ez itt a demónás, ez pedig a szörnyellás. Mind a kettőben van egy-egy szín, amitől teljesen el vagyok ájulva, ugyanis nem is tudom, hogy hogy mondjam, nem is színek igazából. Ez itt, ez a Miss Devil, nem tudom, hogy látjátok-e, de ez egy ilyen zselés cuccba van benne. Wet lookhoz lehet jó, az a baj, hogy nem is fogjátok így látni. Nem lehet sajnos látni, pedig nagyon-nagyon reméltem, megpróbálom majd nektek felvenni telefonnal, hát ha az visszaadja, hogy hogy néz ki. És ugyanez a fajta megoldás megtalálható itt Flóra néven. Csodálatos. És most érkezett el az a pillanat, hogy elképzelésem nincs, hogy mit csináljak, ugyanis van előttem, hogyha jól emlékszem, 36 csodálatos szín, ugyanis 18 szín van mind a kettőben, és jelenleg fogalmam nincs, hogy gyorsan kiszvacsolom nektek a kedvenc színeimet, az biztos. Szóval a lényeg az, hogy gyönyörű-gyönyörű shimmerek vannak ebbe a palettába, mind a kettőbe, úgyhogy nem tudom. Valahogy elkezdjük, és aztán majd mondom, hogy mikor melyik színt használom. Ezzel az ecsettel fogunk kezdeni. Ez ugye Essence-es és Oroszlán királyos, hogy ebben a videóban a demónás palettát fogjuk használni, és majd TikTokra, meg a wow, meg a következő videóba használom a másikat, a többit, és megpróbálok nektek egy pár menő sminket csinálni ezekből. Ez a Fairy árnyalat, ami meglepően pigmentált, ahhoz képest, hogy ilyen világos. A Catrice és az Essence az elmúlt években szerintem akkorát fejlődik egyébként, hogy az valami hihetetlen. Következő szín, amit használni fogok, az az Aurora. Ezzel kezdem el az új mélyítő vonalamat megcsinálni. De egy kicsit melegebb, mint amire számítottam egyébként. Az ecset nagyon tetszik. Van itt két másik matt szín, amik közt most vacilálok. Az egyik az a Spindle, a másik pedig a Shadows. Így nézzek ki felkenve. De lehet, hogy belefér mind a kettő. Először megnézzük, hogy hogy néz ki a Spindle. Illatosított. Vagy alapból valami nagyon jó illata van, vagy illatosítottak, de nagyon jó illata van. Koncentrálok, elkezdtem felpakolgatni a sötétebb színeket, és valami formát kialakítani ennek a szemsminknek. Nagyon-nagyon könnyen el lehet dolgozni mindent, pedig ezek azért rózsaszínes lilás árnyalatok, amikről azért tudjuk, hogy előfordulhatnak velük problémák. Eddig semmi probléma. Ez egyébként a Shadows árnyalat. Imádom, nagyon jó lesz. Váltok egy kisebb ecsetre. Ez egy fogalmam sincs, hogy milyen ecset. Szerintem alis. Ugyanis most jön az, hogy belenyúlok a Diablóba, ami jelentősen sötétebb, és egy kicsit befüstösítem itt a külső sarkot. Jelenleg éppen az folyik, ahogy próbálom kitalálni, hogy hogy lehetne a legjobban
eltitkolni azt a tényt, hogy itt három rollba hajlik össze a szemzugom, és egész jól megy. Nagyon szép lesz. Elég cicás lett, ami eredetileg nem volt terv, de nem bánom. Úgyhogy jól haladunk, azt kell, hogy mondjam. Az alsó szempilla tövemre azon gondolkoztam, hogy szeretnék-e kéket behozni, ugyanis a palettába, hogyha megnézitek, ugye a kék a másik szín, de nem vagyok benne biztos, hogy ez most az a pillanat. Teszek az alsó szempilla vonalamhoz végig. Összekötöm Diablóval, mert nem szeretném, hogyha alul teljesen világosan maradna. Gyorsan megcsinálom a másik oldalt is, utána jövök vissza. Nehéz szülés volt, de megvagyunk. Úgyhogy most már csak azt kell kitalálni, hogy milyen simert szeretnék feltenni, és az biztos, hogy a rózsaszíneket azért nagyjából most már hanyagolni akarom, mert ez a rész elég világos, úgyhogy szeretnék valami olyat. Gyorsan kiszvacsolom az összes simert, és kitaláljuk, hogy mit tegyek fel. A simerek gyönyörűek, és elképesztően krémesek. Az biztos, hogy a baba rózsaszínt be fogom tenni a sarokba, mindenképpen. Oké, menet közben kitaláljuk. Szóval, Not That Impressed kerül a belső sarokba. Jó, de régen csináltam ennyire csillagos sminket. Az 1959-et fogjuk használni. Egy szürkés, lilás szín. Nagyon-nagyon krémes. Ó, ez jó döntés volt. Nagyon szép. És a mozgó szemhéjam közepére kellene nekem valami még. Tegyek lilát. Lássuk. Ez nem olyan csillogós, mint reméltem, de nem rossz. Ez szép, jó! Vajon ebből van ez a Dark Wings, ami nagyon-nagyon lila. Mi van akkor, hogy teszek ide egy Oké, nem rossz. Oké, tetszik. Megcsinálom gyorsan a szemöldökön, most már nem fogok arra matatni. Utána jövünk vissza és megmutatom ezt a gyönyörű rúst. Oké, műszempilla. Itt van ez a csodálatos. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog kinézni. Egy kicsit ritkább, mint ahogy szeretem. Egyébként nem tudom, hogy látjátok-e, vagy mennyire tűnt fel így menet közben, de van egy légy bent. És pont mielőtt elkezdtem felvenni ezt a videót, láttam egy TikTokot, hogy ha madarak követnek, madarak figyelnek, akkor ez azt jelenti, hogy angyalok vesznek körül, és figyelnek téged, rád, stb. Viszont, hogyha legyek, akkor démonok, úgyhogy csak szólok, hogy tudjatok róla. És előveszem a kedvenc ragasztómat, legalábbis jelenleg ez a kedvencem. Fogalmam sincs, hogy mi lehet a márka, de ez. Ugyanis ez ecsetes. Az ecsetes ragasztókat szeretem jobban, úgyhogy ezt használjuk. Nagyon jó puha egyébként maga a band. És amíg szárad, addig egyébként megmutatom nektek. Itt van a rúzs, amiből sajnos alig láttok valamit, de hogy ez egy csoda, ugyanis így néz ki. Elképesztően gyönyörű. Felveszem nektek közelről is, hogy meg tudjátok nézni. Nagyon-nagyon szép barnás nude szín egyébként, de maga a minta, ami rajta van, elképesztő. Ha engem kérdeztek, akkor mindenképpen megéri beruházni ebből a kollekcióból, ha nem is mindenre, nyilván, de pár termékre, mert nagyon szépek is, és egyébként jók is.
Ez egy jó pilla. Nagyon-nagyon könnyű volt felrakni. Nem tudom, hogy látjátok-e, alig látszik, hogy hol van az eleje. Itt lett ragasztó most. Nagyon jó. A szám is gyönyörűen szárad egyébként a inártától, viszont megtaláltam szerintem a tökéletes meccst a rúzshoz. Szajcerozával. Lássuk a rúst. Ó, de szép. Ó, nagyon jó irata van. És akkor így néz ki az elkészült smink. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá, kíváncsi vagyok, hogy megvannak-e már ezek a termékek, vagy terveztek-e bármelyikből beszerezni magatoknak. Hogyha tetszett a videó, akkor azt jelezzétek nekem mindenképpen, remélem, hogy TikTokra és Instára is kerül ki belőle részlet, úgyhogy csekkoljátok le mindenképpen azokat is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, a következő videómban remélem, hogy találkozunk. Sziasztok!